Erősítés, gimnasztika és szerenkénti gyakorlás szerepel a pécsi versenytornászok délelőtti programjában. A PSN ZRT sportolói és a kezdők összesen 20-an, két héten keresztül edzőtáboroznak a torna munkacsarnokban. Tegnap kezdtük a tábort, augusztus 1-jel, leginkább a versenyzőket, és most a kicsiket is, akikből majd szeretnénk, hogy versenyzők legyenek, őket is meghívtuk ebbe a táborba, és akkor reggel 9-től van fél 12-ig, utána ebéd, és akkor fél 2-től 4-ig. Tegnap kezdődött, úgyhogy ma azért izomláz van, egy óra erősítéssel kezdünk, utána bemelegítünk, és utána megyünk szerekre, és akkor délután balett, futóiskola, ugróiskola van, és utána még kétszer. A sportolók többsége már ért el szép eredményeket tornában. 4 vagy 5 éve tornázhatom, és most ifi másodosztályban indultunk el is a társikletünk csapatban. Szerintem mindig van olyan, amiben tudsz még fejlődni, szóval nincsen különösebb olyan elem. Minden szerem még mindig egy kicsit hozzá lehet rakni. 4 éves koromtól tornázok. A kedvenc szerem a korlát. Országos 3-ak lettünk, meg volt egy olyan verseny, ami egyéni volt, és abban 2. lettem. Az edzők már az őszi szezonra is készítik a versenyzőket. Ugye a tornában úgy van, hogy januárban kezdődik az év, tehát nem szeptemberben, ahogy az iskola év, úgyhogy a tavaszi fordulók már megvoltak, és most az őszi fordulók jönnek majd októbertől. Az IFI 2 az nagyon jó, ott megvertük a mezőnyt, első helyen zártak a lányok, ezt szeretnénk folytatni, hogy akkor az országos címet is megszerezzük. A kisebb korcsoport, ők 3. és 6. zártak, a 3. helynek nagyon örülnénk, ha azt tudnánk tartani országosan. A 6. hely meg hajrá, minél előrébb. Az edzőtábor után augusztus 3. hetében délelőttönként, 20-a után pedig újra délután készülnek majd a tornászok az őszi versenyidőszakra.